Lemezbemutató a magyar rock zene értékeiből. Rádió Rock 95.8, minden ami rock, ez pedig a magyar hangok. Én Rédl Ádám vagyok, és a mai napon is egy fantasztikus zenész szeretnék hozzátok közelebb hozni, egy picit a kulisszatitkokba is betekintést nyerve. Ángyán Tamás az, aki érkezik hozzám, a magyar hegedűművész, gitáros, Németországban él, viszont rengeteg magyar projektben részt vett és részt vesz. Például ismerheted a Sámánból, a Kárpátia projektből, a Mamut együttesből, manapság koncertezik a Cool Head Clannal, de ma a Duality kapcsán érkezett, ami egy álomprojekt, olyan zenészekkel közösen muzsikál, akik énekesként egy-egy dal mellé adták a hangjukat és a nevüket, és a rock nagyon durván buzog a vérükben. No, hát kezdjünk bele a zenélésbe. A térkép lesz az első dal, amit meghallgatunk, ebben Kálmán Gyuri énekel, utána pedig a stúdióban Ángyán Tamással beszélgetek, ne menjetek sehova. Sietve múlik el, másik meg sosem enged el. Szerelem így sem volt talán, bánatát orkán szújja rám. Jó pap, adjon a tóba, bocsánat, igéz ördögöt. Nem marad már csak a jó, a rossz, meg én. A Magyar Hangok című műsort hallgatod a Duality-ből, a vendégem Ángyán Tamás. Szia, üdvözöllek a Rádió Rockban. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hogyha hangszer preferenciát kell állítani, akkor a hegedű művészt én mindenképpen előre mondanám, de a gitárost is rögves meg kell említenem utána. Egy kis kulisszatitkot el kell, hogy áruljak. Az előbb, amikor beszélgettünk és említetted a hegedűt, akkor gitáros mozgást végeztél a kezeddel. Ez a kettő neked már így egybe folyik? Abszolút szimbiózisban él egymással. Ez a kettő már gyerekkorom óta. De nem evidens, tehát aki hegedülni tud, az nem tud gitározni. Igen, ez őrültség. Én mindig szerettem volna gitározni, mindig akartam gitározni. A hegedülés az a szüleimnek volt az óhaja, hogy hegedüljek, úgyhogy ez családi vonás onnan kezdődött, mindenki zenél a családban. És engedték a gitárt? Ők voltak, akik 14 igen. évesen adtak neked egyet, vagy ezt igen, magadtól igen. kiharcoltad? Igen, apu vette, mert egyszerűen nem lehetett mit csinálni vele, muszáj volt. Muszáj volt. Sokszor hallom azt, és már tapasztaltam is, bár nem család esetében, hogy amikor valaki hegedülni tanul, akkor borzalmas azt hallgatni, akár a másik szobából is. Mennyire kínosztad meg a családod anno? Nem, hát ezt a család akarta, úgyhogy én 3 éves koromban már kezdtem hegedülni. 3 évesen? Az az ideális kor? Nem. Egyáltalán nem, de muszáj volt, mert apámnak ez volt a fixa ideája, hogy ezt nagyon korán kell elkezdeni. És egyébként először zongorázni kezdtem el, és aztán váltottunk, a húgom kezdett hegedülni. Nálunk úgy van, hogy apám hegedül, anyám zongorázik, és valamiért én úgy ültem oda a zongorához, hogy azt hitték, hogy én majd zongorista leszek, de aztán váltottunk, de ez az összesen a szüleim akarata volt, hogy akkor én hegedüljek, ő zongorázik, és akkor így lett.
Hogy bírtad a monotonitást? Ugye rengeteget kellett gyakorolni gyerekként is nehéz. Hogy megy ez most felnőttként? Alakult ez? Hát ez ilyen rendszerességet visz az életben, hogyha gyerekkorban megtanulod azt, hogy kell valamit csinálni. Sosem megtartod ez a hegedűt? Hogy eleged van? Nem. Nem. Tehát ez nem. Én ilyen engedelmes gyerek voltam, nem voltam lázadó. Uh-huh. Úgyhogy meg hát 4-5 évesen hova lázadsz? Mit csinálsz? Odaadják a kezedbe ezt a ekkora hegedűt, 30 centis hegedűt, és akkor húzogatod, és akkor jön a nyávogás, persze, de hát de senkit nem idegesített, mert ez volt a terv. És a mai napig is megvan a gyakorlási idő, amikor leülsz, és skálázgatsz? Most már annyira nem, mert nagyon sokat zenélek, és most hát ez a munkaeszközöm, rengeteget dolgozom, hegedűvel is, gitárral is, úgyhogy ez olyan, mint amikor a focistának már kevesebbet kell edzenie, akkor, hogyha állandóan játszik. És hogyha most visszagondolsz arra az időre, amikor ezt az egészet elkezdted, és a szüleid helyébe képzeled magad, másképp csináltál volna valamit? Vagy jó ez, hogy így alakult, mert megélsz belőle, abból élsz meg, amit szeretsz? Nem csináltam volna másképp. Nem. Szerintem, mert kell egy tervszerűség, kell, hogy valami felé vigyék a gyereket. És az sem árt, hogyha tehetséges. És mondjuk ez egy szerencse kérdése, hogy a tehetség megvolt bennem. És hogy ezt akartam csinálni, hogy abszolút a zenén belül akartam maradni. Tesód a zenénél maradt? Abszolút. Zongoratanár lett, zongorázik, és tanít. És nem tudom, mennyire tudják ezt a hallgatók, de te Németországban élsz, most onnan érkeztél ide? Most nyári szünet van, 6 hetes szünet van, úgyhogy ilyenkor mindig a Zsoltékkal játszom, mert nem tudok otthon ülni. Szóval folyamatosan most is a kis mobil stúdiómat hoztam haza, és agyalok zenéken, most is. Mert kint ugye elsősorban a munkád az, ami folyamatosan kint tart évközben, a szimfonikusokkal játszol. Igen, az, klasszikus zenét játszom, és mellette ugyanúgy szintén vannak különböző rockformációim, de egy színházba dolgozom, opera és szimfonikus zenéket játszom, és amellett pedig amennyi idő marad, vagy a Zsoltival írunk lemezt, vagy vannak más rockformációk kint, akiknek vagy írok zenét, vagy jammelünk együtt. Igen. Zsoltival egyébként zene. A múlt héten beszélgettünk a Coolhead klánnal kapcsolatban, ott ugye együtt zenéltek, most viszont a Duality a téma. Kérlek, erről is mesélj, mert ehhez is kötődik Zsolt neve. Igen, ez nem is az én ötletem volt, hanem a Zsoltnak az ötlete volt, hogy csinálják egy szólólemezt, és egyszer hazafelé menet megkérdezte a kocsiba, hogy nem szeretnék egy szólólemezt csinálni, megmondtam, hogy persze, hogyne. És akkor ő ezt megszervezi, énekesekkel, zenészekkel lebeszéli, és egyetlen nehézség az, hogy én mivel én Németországban vagyok, ezért a zenéket megírom, de megszervezni azt, hogy az énekesek hol vegyék föl az éneket, mikor, ez volt egy kis nehézség, és ebben a Zsolti nagyon sokat segített, hogy egy nyára, mert hát mindenki énekel, mindenki 56 zenekarba játszik, van, aki vidéken, mint például az én nagy ikonom, a Rudán Joe, ő például Pécsen van, és vele nagyon nehéz így kapcsolatba kerülni, hogy ő énekeljen. Hiszen ez a Duality, ez egy nagyon különleges, hát mondjuk azt, hogy folyamatosan változó formáció, hiszen itt olyan zenészekkel, akikkel mindig is szerettél volna együtt játszani, egy-egy dalt előadtok közösen. Na, itt a koncepció az volt, hogy egy jó rocklemezt, egy jó dallamos rocklemezt csináljak olyan énekesekkel, akiket én imádok. Én nagyon szeretek, és mindenképp énekes lemez legyen. És hát olyan énekeseket kell itt megemlíteni, tényleg a teljesség igénye nélkül, hogy Gubás Tibor, Kálmán György, Srot Peti, Rudán Joe, Sipos Péter. Tényleg fantasztikus a felhozatal. Most hallgassunk meg egy zenét, utána pedig beszélgetünk majd még erről az álmodról egy kicsit. Melyik dal legyen az, ami most szóljon? Szóljon a Halál útján a Srot Petivel. We'll be right back.
ebben jár. Baby, volt a szemedben jéghangjai szíveden. Két lépés felfelé, torzhangok az időben, arcod az árnyékkal végleg megnyugvást talál. A Magyar Hangok című műsort hallgatod, Ángyán Tamás a vendégem, hegedűművész, gitáros, rocker, itt a stúdióban pedig most a Duality-ről beszélgetünk, miközben hallgatjuk ezeket a zenéket. Milyen volt együtt dolgozni ezekkel az emberekkel? Mindenkit ismertél már korábbról, vagy itt szövődtek adott esetben barátságok? Itt szövődtek barátságok, én például a Kálmán Gyurit nem ismertem, de mindig szerettem volna együtt dolgozni vele, mert hallottam korábbi felvételeit, és imádom a hangját, imádom, ahogy rockzenét énekel. A Schrott Petit Zsolti ajánlotta, én egyáltalán nem ismertem, és tényleg fantasztikus, abszolút abban a pillanatban egy hullám hosszú voltunk. Kim voltam nála a stúdiójába, odaadtam a dalt, semmit nem kellett instruálnom, azonnal énekelte úgy. Tudni kell, hogy úgy születtek a dalok, hogy, hogy a dallamok már mind megvoltak. Én föléneklem az összes dalt. Uh-huh. Egy ilyen, adok egy ilyen mankót a többi énekesnek, az énekeseknek, hogy ne nulláról induljunk el. Úgyhogy van dallam, megvannak a szövegek, én azt elküldöm, hallgatgatják, és hogyha van saját ötlet, mint például a Kálmán Gyuri esetében voltak saját ötletek, akkor azt megbeszéljük, és akkor azt úgy csináljuk. Vagy mint például a Schrott Peti esetében ő volt néhány sor, amit átírt. Mert hogy az neki akkor személyesebbé vált. Könnyen elfogadtad, hogy belenyúlt? Átírtam? Abszolút. Uh-huh. Abszolút. Ő énekli. Az szerintem nem titok, de azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy te foglalkozol zenekeveréssel, Németországban dolgozol, ilyen zenei szerkesztő programokban is jártas ember vagy. Ezt mégsem te mixelted. Miért? Igen, én próbáltam, nagyon önző vagyok, és mindent próbálok én saját magam megcsinálni, amit csak lehet. De egyszerűen ez egy akkora harc volt. 2 éven keresztül próbáltam saját magam összekeverni, és egyszerűen nem sikerült, mert annyira ismerek minden szólamot, minden annyira személyes, és hát nem lehet, így nem lehet hozzányúlni, ezért egy idegen fülnek kell hallgatnia, egy kritikus fülnek, hogy kiemelni a fontosabb dolgokat, és úgy összekeverni. Na jó, de olyannak kell odaadnod, akiben nagyon bízol. Hát ez természetes, olyan embernek adtam oda, aki tudtam, hogy úgy nyúl hozzá, hogy ismeri a zenetörténetet, ismeri a rock zenetörténetét, zenész, és ugyanakkor nagyon profi hangmérnök. Szóval az nekem mindenképp fontos, hogy az emberek, hogy akivel együtt dolgozom, és ez nem csak a színpadra igaz, hanem hangmérnökökkel kapcsolatban is, hogy ismerjék a zenetörténetet, hogy tudják, hogy ki volt, mi volt az a Cream,
vagy mi volt az a Free, vagy... Na jó, de hát itt most olyan szempontokat mondasz, amik nagyjából úgy rád igazak, és így egybe, hogy tudja is ezeket, ismeri is a zenetörténetet, nem. Hangtechnikus is, aki meg is zenész, lehet benne bízni. Ki volt az, akit ilyet találtál? Szintén a Coolban dolgoztunk együtt, a Jung Norbi, akivel első pillanattól kezdve abszolút megértettük egymást. Egy fantasztikus gitáros, egy fantasztikus hangmérnök, hihetetlen, hogy mi van a fejében technikailag és hangfizikailag. Ismeri stílusokban, hogy bizonyos stílusoknak hogy kell szólnia. Hogy szólt a 60-as évek, hogy szóltak a 70-es évek, milyen cuccokat használtak, hogyan kevertek, hogy szólt a 80-as évek. Ezek mind, ez lehet, hogy a közönség számára nem fontos, de amikor valaki meghallgat egy albumot, akkor azt tudja kötni, aha, ez így szól, mert. És akkor lehet mondani, mert annak idején a Zeppelin egy óriási várban vette föl a dob felvételeket, és az azért szól ilyen hatalmasan, mert akkor tudták, hogy mit kell ott kompresszálni, vagy a mikrofonokat hova kell állítani. És kibírtad, hogy ne szóljál bele? Tehát nem is volt el ott a keverésnél, vagy néha abszolút, emelted a hangot? Abszolút, mert én tudtam, hogy mi mentem keresztül, ami ezt a két év alatt rájöttem, hogy én ezt nem fogom tudni összekeverni. Úgyhogy én egyáltalán nem szóltam bele, amit a Norbi csinált, hanem mert értékeltem azt, hogy ő oda nyúlt valamihez, mondjuk a lábdobhoz, és akkor azt a basszusgitárhoz így úgy keverte, és akkor tudtam, hogy ezt neki kell csinálnia, mert én biztos, hogy hangképileg összezavarnám a dolgokat, hogy oda se szólt, de nem is tudtam volna beleszólni, mert nem is voltam ott. Most érkezik a Bolondok vonata című felvétel. Minden dalnál kapásból tudtad, hogy ki fogja énekelni, és az kapta meg a dalt, akinek adni akartad? Nem, sejtéseim voltak, hogy ki, hát ez egyértelmű volt, a Zsolti a saját szövegeit akarta mindenképp énekelni, úgyhogy ott a sárkány szeme, és még egy motoros dal, és a jégbe fagyva, négy vagy öt dalban énekel, ezek biztosak voltak, hogy ezeket ő énekli. És a Bolondok vonata? Bolondok vonata az úgy jött, hogy akkor énekelje a Gyuri, a Kálmán Gyuri. Mert ez az a lágé, és ő szerette is ezt a dalt, mondta, hogy ő ezt elénekli. Elküldtem neki egy ilyen előénekléssel, és egy nyáron, azt hiszem két éve nyáron sikerült összehozni, hogy akkor kijött, és akkor egy ültő helyében fölénekelte a térképet, ezt a Bolondok vonatát, és még egy-két dalt. Nem sokára neked szegezem majd talán a legbrutálisabb kérdést, mert tényleg itt van egy álomalbum, a te álomalbumod, viszont biztos vagyok benne, hogy arról is álmodoztál már, hogy ezt koncerten milyen jó lenne előadni. Elképzelhető, hogy ennyi embert egy helyre összeszervezni és egy ilyen nagy koncertet tartani a Duality-ből, vagy sem? Ezt nem sokára megválaszolod majd. Ay, ay.
a legjobb hallgatóknak. Ez a Rádió Rock. 95.8. Magyar Hangok Extra. A Magyar Hangok című műsort hallgatod, a Duality zenéit játszom, és itt van velem a stúdióban Ángyán Tamás, aki a mai vendégünk, és hát itt egy időutazásra téged is invitálnálak. Induljunk az első zenekartól, az Orkától. Ennek mi volt a motivációja? Miért vágtatok bele? Én már az az igazság, hogy erre nagyon nem is emlékszem. Egyszerűen csak rockzenét akartam játszani, és kerestem hozzá társakat. Könnyű volt? Mert azért te elvégeztél egy zeneművészetit, és miután az ember a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán végez... Ez paralel ment. Hogy talál zenészt? Ez paralel ment. Onnan gyűjtöttél? Nem. Ez egy teljesen más világ volt. Én 80-as évek elejétől én már fönt éltem Pesten, és... A zeneművészeti főiskola, ez a tehetségkutató tanszakára jártam, és mellette már akkor gitároztam bőven, és egyszerűen arról volt szó, hogy akartam zenekarba játszani, valami együttesbe, akármit rockzene legyen, gitározhassak, és akkor találtam Békás Megyeren. Ez az volt a fontos, hogy hosszú hajuk van. Ez egy testvérpár volt, dobos basszusgitáros testvérpár, és basszusgitárosnak brutál hosszú haja volt, és gondoltam, hogy ez biztos rockzenész, és oda mentem hozzá a buszba, és mondtam, hogy te zenész, és akkor mondta, hogy igen, és akkor kérdeztem, hogy mit zenész, mondta, hogy basszusgitár, az tök jó, mert én gitározom, akkor csináljunk zenekart. Mm-hmm. És akkor nem röhögött ki, hanem mondta, hogy neki van egy dobos, vagyis a testvére dobos, és akkor jövő héten találkozunk, mert nekik van lent egy próbájuk egy pincébe, lent Békás Megyeren, és én meg Rákospalotán raktam, és hajóval mentem át hozzájuk mindig, és akkor ott elkezdtünk, és itt az volt a lényeg, hogy minden héten próbáltunk, minden héten zenéltünk, és teljesen mindegy, hogy milyen volt, hogy énekelte valaki, vagy nem, az volt a lényeg, hogy csörömpöltünk. Muszáj belekérdeznem, mondtad, hogy nem voltál lázadó gyerek, de nem lehet, hogy itt egy picit a lázadásodat megélted ebben? Nem. Tényleg ezt így kijelented? Nem. Jó. Figyelj, én 5-6 éves korom óta folyamatosan rockzenéket is hallgattam. Uh-huh. Állandóan. Én Bátony terenyéről számozom, Nagy Bátony, és ez az volt az óriási szerencsém, hogy miközben 2-3 órákat nekem gyakorolni kellett a klasszikus zene, mellette nekünk volt egy olyan baráti kör, Kenyeres Pali, és most egy nagy motoros csoportosulásnak a főnöke. Együtt nőttünk föl, és állandóan a központ a zene volt. De 6-7 évesen AC/DC, Kiss, már akkor Judas Priest, és pingpongoztunk lenn a téren, és a kis szallagos magnó az állandóan be volt kapcsolva, és ment. Állandóan ment a zene. Emlékszem, Motorhead, a Hammersmith Odeon. Ilyeneket hallgattunk. És ilyen kicsik voltunk, és ez ment folyamatosan, mondom. Úgyhogy nekem ez nem volt lázadás, ez nekem természetes, abszolút természetes volt. Ez nekem olyan volt, mintha eszem a vajas kenyeret. Véredben volt. És nyilván, hát elsősorban nem az ének szekcióért vagy felelős, de valamiért nagyon fontos lehet neked az ének rész, mert úgy tudom, hogy a Kárpátia Projekt nevű zenekarnál pont ez volt a kis szívfájdalmat, hogy ott az ének nem volt a csapat része. Igen, ezt muszáj mindenképp megemlítenem, mert a egyik legkedvesebb barátommal együtt csináltuk ezt a projektet, aki már azóta sajnos az egekben van. Daci Zsolt, aki a Bikininek volt a gitárosa, vele hát országos nagy barátok voltunk. Annak idején a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, akkor még nem játszottam a Zsoltival a Coolhead-del. Ezért jöttem haza. Akkor már volt Fapados, volt internet, és csak ezért jöttem haza, hogy vele találkozzam, és dumálgassunk, és zenéket próbálgattunk. Miért nem volt szöveg? Várjál. És először még csak úgy próbálgattunk, hogy különböző hülyeségeket így játszogattunk, ő egy akusztikus gitáron, én egyszerűen hegedültem, vannak is ilyen fényképek, még 90-es évek vége, 98-99. És akkor a Zsolti megemlítette, hogy csináljunk dalokat.
Mondtam, hogy oké, csináljunk dalokat, de csináljunk énekes dalokat, mert ott vinyogunk össze-vissza egedülve gitárral, az kit fog érdekelni. És akkor nem mondta, hogy ez legyen, legyen instrumentális, mert hogy ki tudunk, külföldre is tudunk menni vele, és hogy az transnacionális, az nem nincs magyar szöveghez kötve. Mondom, jó van, és akkor mondtam, hogy akkor legyen Skiti a neve, de a Skiti az ismeretlen, inkább legyen Kárpáti, ami erre a térségre vonatkozik, ezt be tudják határolni az emberek is, és legyen Kárpáti a projekt. Mondom, jó, oké, én nem voltam ilyen össze, hogy legyen ez, legyen az, legyen, nem ragaszkodtam semmi, oké, legyen. És akkor így kezdődött a Kárpátia projekt, ami két lemezt élt meg. Aminek semmi köze a Kárpátia zenekarhoz. Nem, hát akkor még sehol nem volt Kárpátia. 98-ban még nem volt Kárpátia. Nem, ez 98-ban kezdtük el, akkor 99-ben meg is jelent az első lemez, az első Kárpátia projekt, és 2002-2003 környékén kezdtük el a második albumon dolgozni. A lényeg az, hogy ez instrumentális anyag volt, és én mindenképp szerettem volna egy énekes, egy dallamos rockzenei anyagot. Ez volt az álmom tulajdonképpen, hogy olyan énekesekkel dolgozok, akire én fölnézek, és nagyon szeretem, és Magyarország legjobb torkainak találom őket. És ekkor volt az, hogy Zsolti megkérdezte tőlem, már bőven dolgoztunk együtt a Cool Head Clannal, egyszer buszban mentünk hazafele, és megkérdezte tőlem, hogy nem akarok egy szólólemezt csinálni. Megmondtam, hogy hát persze, hogy ne, csak én nem tudom ezt megszervezni, mert nem vagyok itthon, Németország vagyok, hogy ezt megszervezi, akkor nagyon király. És így született meg a Duality, és ennek tükrében a Sárkány szeme című dal is. Igen, ami egy duó, tulajdonképpen Moli Zsolt és Gubás Tibor duója. Ezt hallgatjuk most meg, utána pedig mindenképpen megkérdezem, hogy van-e köze a Tigris szeméhez, vagy miért izgatja ennyire a rockereket a különböző állatoknak a szeme világa? Ezt majd a Zsolt itt kérdez meg, mert Zsolt írta a szöveget. Oké. Sötét és veszélyes, ajkában a tüzes végzettel, álomba ringad, de örökre, ilyen az élet, kergett a végzet. Kergett a végzet. Yeah.
95.8. Minden, ami rock. Ez a Magyar Hangok, a stúdióban vendégem a Duality létrehozója Ángyán Tamás, vele beszélgetünk. Egyébként hegedűművész, gitáros, rocker, hosszúhajú, ezt fontos elmondani, és szólt a Sárkány szeme, én közben itt megfejtettem a szöveget is figyelve, meg Zsolttal is beszélgettem, hogy igazából itt hát egy parázna nőnek a metaforája gyakorlatilag a sárkány, annak a szemébe való beletekintés, tehát semmi köze például a tigrisnek a szeméhez. De menjünk tovább, és beszéljünk arról, hogy akkor itt volt egy lehetőséged arra, a Cool Head Clános Zsoltinak köszönhetően, hogy megvalósítsd ezt az álmot énekes ismerősökkel, példaképekkel, barátokkal zenéj együtt. Mennyi idő volt gyakorolni? Mennyire válogathatták ők ki, hogy melyik dalban vesznek részt? Egyáltalán igent mondtak a projektre egyből? Mindenki azonnal igent mondott a projektre. Mondom még egyszer, Zsolti szervezte, ő telefonálta le az embereket, a Kálmán Gyurit, a Srot Petit, a Joe-t, a Rudán Joe-t, akit külön ki kell emelnem, nekem gyerekkori ikonom. Ő annak idején még a Kódába hallottam őt, mikor 13-14 éves lehettem, és hát szemem szám kigúvat, mikor lent a Dohány utcában zenélt egy rockklubban a Kódával, és Zeppelineket játszottak, és fantasztikus. Úgy énekelt, hogy én nem hittem el, hogy ilyen létezik, hogy ilyen van Magyarországon, aki így énekli a Zeppelint. Hát őrület. Egyik ikonom, és mikor jött ez a lehetőség, és a Zsolti kérdezte, hogy kiket, nekem ő volt az első, akit szerettem volna, hogy a Joe legyen egy dalban benne, és énekeljem. Egy pillanatra hadd nyomjam meg most itt a stop gombot, azért, mert láttam a szemeden, ahogy csillog, és ez teljesen jól is van így, viszont azon kezdtem el gondolkodni, hogy azért te hatalmas karakterekkel, illetve ismert emberekkel, sztárokkal, ikonokkal dolgoztál együtt. Tehát ugye 2008-ban a Kormoránnak a Farkasok éneke című lemezére zenéltél, 2009-ben Deák Bill Gyula új albumára írtál dalokat. Tehát, hogy tényleg olyan ikonok voltak itt az életedben, hogy egy külön kiemelném, hogy Rudán Joe ennyire magasan van nálad. Igen, mert ő rockzenét énekelt, Zeppelint énekelt, ami az előző blogban említettem a gyerekkoromat, hogy már milyen korán elkezdtünk rockzenét hallgatni, és én ezekkel tisztában voltam, ezekkel a zenekarokkal. És 14-15 évesen, mikor hallottam a Joe-t, én ezeket a számokat ismertem, amiket ő énekelt, Zeppelin dalokat. És nem hittem el, hogy ilyen van, hogy ezeket el lehet így énekelni. Én nem tudtam elképzelni, hogy Magyarországon valaki ezeket így el tudja énekelni. Azért volt nekem ez egy segreesés, vagy egy, vagy egy a popsira esés, hogy van ilyen. Na, a lényeg az, hogy aztán igen, én a Kormoránon is dolgoztam, nagyon élveztem, nagyon jó meló volt, írtam a Kormoránnak is dalokat, kifejezetten kikötöttem, hogy nagyon súlyos metal dalok lesznek, és tulajdonképpen sok köze nincs a Kormorán etnós vonulatához. És aztán a Kormoránon keresztül ismerkedtem én össze a Billel, és így jött szóba, hogy aztán én írtam egy dalt arra a szólólemezre. Mondtad azt, hogy a nagyon kemény, nagyon zúzó zene az közel áll a szívedhez, viszont azt mindenképpen emeljük ki, hogy itt ezen a Duality-n is egy elég széles skálán mozogsz. Nagyon sokféle irányt érintesz, a countrytól, a psyhón át, az etnóig, és beszéljünk egy nagyon kicsit arról, ami talán számomra a legmeglepőbb, vagy a legkevésbé ismert stílus. Mi ez a psyhó? Mit kell erről tudni? Ezt a 70-es években játszották sokan, mikor a különböző említettem ezeket amikor szedték a tablettákat, amikor elkezdték szedni ezeket a szálos dolgokat. A zene is olyan. Sok delay, sok reverb, és nem egy konkrét zene, és akár 14, Zeppelin is játszott egyébként, nagyon, nagyon sok ilyen dala van. 12-13 percig tulajdonképpen nem történik semmi a dalban, csak olyan szálós az egész. Most, hogy mondtad a Zeppelint, így nagyjából tudom, hogy miről beszélünk, csak az érdekel, hogy viszont ezt tabletta nélkül lehet élvezni, mert nyilván neked se a megírásához, se a játszásához nem volt erre szükséged. Nem, de a stílus maga megmaradt.
szerintem. És ezt szereted, és szerethető ilyen szerek nélkül is? Abszolút, abszolút. És kint Németországban nagyon szeretik ezt, és mai napig rengeteg zenekar játsza ezt a fajta stílust. Ebben a stílusban a struktúra annyira nem is fontos, hanem inkább az improvizáció, ami viszi ezt a zenét. A Dua Lipánál is van egy ilyen dal. Szerintem ez egy eléggé különleges fúzió Sipos Petivel. Igen, egyébként nagyon jól mondod. Számomra ez az egész lemez egy fúziós lemez. És számomra a rockzene az nem csak egyfajta stílus jelent, hanem egészen a bluestól, a reggaetől, egészen a heavy rockig. Nekem ez az egész egy rockzene. És aztán azon belül, aztán, hogy a gitár hogy szólal meg, az határolja be, hogy milyen fajta rockzene legyen. És természetesen a szövegek. Amit az előbb beszéltünk a Psycho-ról, az utcazajban a dal hasonlít legjobban erre a stílusra, ugyanis itt nem annyira a struktúra a fő irány, hanem egy groove viszi végig az egész dalt. És ebben a dalban énekel Sipos Peti. Igen, a groove és a dallamosság viszi végig ezt a dalt. Bájos szemetelők járják át a lelkem, édes kis semmiség és egy végzett ízű vágy. Ez vár vagy az talán, de mindegy is most éppen, mert elcserél vagy itt hagy, csak ez a merre tart világ. Látom, hogy itt vagy, de csak árnyék vagy a fényben, most háttal a szívnek, a célnak szemben állsz. Egyszerű álmokból fakulnak a képek, s megint egy szivárvány egyszínűre vált, egyszínűre vált. Ismerős utcák népe idegen szemekkel figyelik lépteim egy álmos délután. Életem részeit máshol ismerem fel, s elmúlni kész mind, ha a jövő visszajár, ha a jövő visszajár.
ami rock. Rádió Rock. A magyar hangokat hallgatod, a Duality, hát mondjuk azt, hogy frontembere. Ángyán Tamás a vendégem a stúdióban, vele beszélgettünk és hallgatjuk a zenéket egymás után, és itt a zene alatt is dumálgattunk, és mondtad, hogy azért voltak olyan helyzetek, amik idézőjelben problémásak voltak, egy kicsit másképpen ment, mint a steril stúdió körülmények közötti rögzítés, viszont mégis jól sült el egy helyzet. Igen, a Berci elintézte, a Hírleman Bertalan, aki dobol a lemezen, és számtalan magyar zenekarban játszott, Edda, Bikini, blabla, szóval nagyon sok zenekarban, és az én kedvenc zenekarom, ikonikus zenekarom, a Háborúban, ahonnan majd fogunk hallgatni egy dalt, én azt hiszem, a Szappanos Szapival és a Mohai Tamással, ez egy trió, formáció. Mindegy, a lényeg az, hogy a Berci nekem nagyon jó barátom, és ő is dobol a lemezen, mindenképp szerettem volna, hogy doboljon, és ő megszervezte nekem, mert a Rudán Joe nem tudott följönni Pestre, ezért az egy dalért, hogy elénekelje nekem, és ezért leutaztunk Pécsre hozzá a házába. Egy nyári napon volt, vittem a kis mobil cuccaimat egy mikrofonnal, de hát ott természetesen mikrofonhegyek voltak az ő lakásába, és készültek fényképek, hogy így mutogatja, mint egy bokor így előhúzta a különböző ikonikus, historikus mikrofonjait, hogy ezek az ő védett kis gyermekei, és hogy hallgassam meg, hogy ez hogy szól, az hogy szól. Úgyhogy másfél órán keresztül nem vettünk föl semmit, csak egyszerűen énekelt be Zeppelin részleteket ebből a mikrofonból, abból a mikrofonból, és hogy ez hallgassam meg, hogy ennek mekkora mélye van, és milyen sötét, és hogy ezt hallgassam meg, hogy ennek meg mekkora torzítása van, és hogy ide nem kell semmi. Úgyhogy másfél órán keresztül ez megy, közben a másik keze volt egy ilyen óriási lábosba volt, és kavargatta a paprikás gulyást, közben a vizet tisztította a medencébe, mert közben egy kicsit fürödtünk, és a többi. Zseniális. Közben egy előkerült egy kis itóka, ugye a Bercivel akkor egy kicsit leöntöttük, és akkor nagyon jó hangulatba is kerültünk, és akkor jöhetett a Végtelen ég című dal. Ott a medence mellett? Nem, akkor bementünk, mert azért kellett egy könyvespolc mellett, az volt az akusztikai háttér, egy nagy könyvespolc, az úgy megszűrte az zajokat. Nagyon, nagyon jól, aztán kitaláltuk, hogy melyik mikrofon legyen, végül is több mikrofonba énekelt, a szólamokat másik mikrofonban. Nagyon érdekes volt. Számomra is Isten bizony egy nagyon nagy élmény volt, hogy ő azt mondta, hogy ezt a basszus szólamot, ezt ezzel a mikrofonnal szeretné énekelni. Abszolút lelkes volt, és nem az volt az unod, hogy majd ő szöveget nem is nézte, kívülről tudta az egész szöveget, mindent tudott, és ő mondta, hogy ezeket a szólamokat hogy énekeljük, és hogy milyen mikrofonnal, és stb. Stb. És hogy miért nem hoztam neki több dalt. És nagyon, nagyon, nagyon király volt, nagyon élveztem az egészet. A gulyás is, paprikás gulyás is iszonyatosan finom volt. Óriási, elfogyott az egész viszkis üveg, úgyhogy mindenki iszonyatos jó hangulatba került. Óriásit úsztunk a vízbe. Hatalmas élmény lehetett. Nagyon teljesen, nagy élmény volt. Teljesen nagyon. Magaddal ragadt el így a történetmesélés. És ez az ember volt az, akit én 14 évesen így néztem a színpadon, és Zeppelint énekelt. Hogy el tudod képzelni, hogy így remegtem, mikor úgy leértünk. Mert én nem ismertem a Joe-t előtte, a Rudán Joe-t előtte. Nekem a Zsolti és a Berci intézte el, hogy a Joe is énekeljen. A lemezem. Egy ilyen pozitív érzelmi utazás után viszont muszáj megkérdeznem a nagy sötét kérdést. Elképzelhető, hogy ezt a projektet színpadon látjuk, majd rengeteg embert kell hozzá összeszervezni. Nyilván ez sem volt egyszerű, hogy a felvételek megvalósuljanak. Lesz ebből koncert? Hát nagyon-nagyon szeretném. Nagyon-nagyon nehéz összehozni ezt így, hogy mindenki ott legyen a színpadon. A kiadóval beszélgettünk már róla, és rajta is vannak az ügyön, csak hát nekem is akkor itthon kell lenni, mindenképp próbálni kell rá, mert nem egyszerű az anyag, és a zenészeket is meg kell találni hozzá, hogy ne 56 dobos játszon
játszol lemezen, hanem egy dobos, basszusgitár, basszusgitáros nincs a lemezen, én basszusgitározom végig, úgyhogy a basszusgitár kell. De akkor tervben van? Tervben van, de egy dal tervben van, a Sárkány szeme, de ez is, mint minden más, Zsolti tervezi, és Zsolti szervezi. Szeretné egy szeptemberi nagy bulira meghívni a Gubás Tibit és a Hírlem a Bercit, és ott a Sárkány szemét eljátszani ezen a nagy fesztiválon. Meglátjuk, hogy összejön-e. Kívánom, hogy ezen felül a koncert is valósuljon meg. Most pedig érkezik egy szuper csapat. A Háborút választottad, és a Dr. Csónakos lesz az a dal, amit meghallgatunk. Ők voltak azok, akik a legnagyobb hatással voltak rád a magyarok közül? Ők voltak azok, akik mindig szerettem hallgatni. Bármikor beraktam kocsiba is, bárhová. És én nagyon, nagyon kritikus vagyok. Úgyhogy ő volt az, ami egyszerűen ebbe a zenekarban nem tudtam belekötni. Itt olyan emberek zenélnek, hogy és dalok, ezek dalok. Itt nem hallod a technikát, hogy jaj, most milyen arpeggiót játszunk, és hogy játszunk. Itt zenét hallasz, dalokat hallasz, nagyon jó szövegekkel. Szóval nekem a Háború volt ez a három lemez, amit nagyon szerettem mindig hallgatni. Engyen Tamással, a Duality megvalósítójával beszélgettem itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen én is a meghívást, és hallgassátok tovább a Rádió Rockot. Háború csapatnak a Dr. Csónakos című felvétele szólt itt a Magyar Hangokban, de ami talán ennél most egy kicsit fontosabb, hogy a Duality-vel kapcsolatban Ángyán Tamással beszélgettünk a Magyar Hangok című műsorban. Nagyon izgalmas volt, amiket mesélt a hegedűművész, gitáros, és elsősorban szerintem rocker. Ha van olyan zenész vagy zenekar, akit vagy amelyiket szívesen hallanád innen a stúdióból, akkor írj nekem e-mailt zenekukac.radiorock958.hu, ide küldhetsz üzenetet. Én Réd Ládám vagyok, és a következő órában természetesen a Rock Tojással folytatjuk, fiatal tehetségeket hozok, tarts velünk!